Ugye mindannyian jártak már cseppkőbarlangban. A barlangok páratlan szépségű díszei sok-sok millió vízcsepp munkája nyomán létrejött, különféle színű és formájú cseppkőképződmények. Maga a csoda. Mint ahogyan maga a csoda ez a kiállítás is, ami értékes, egyedi, kiskörösi cseppekből adódik össze, és lesz egységes egészé. Az Egy csepp kiskörös elnevezésű kiskörösi tárlat szeptember 29-én Budapestre költözött, a Nemcsák Károly igazgatása alatt álló József Attila Színházba. Az ünnepélyes megnyitón városunk polgármestere Domonyi László is köszöntötte a megjelenteket. Boldog és büszke vagyok, hogy itt lehetünk a József Attila Színházba, és kiskörösi művészek kiállításán, mint megnyitón részt vehetünk. Ez városunknak, városunkban élőknek, és azt gondolom, hogy a szülötteinknek, a művészeknek is nagyon nagy dolog. Ez nem minden nap történik meg egy vidéki városban. A József Attila Színház már második alkalommal ad otthont művészeti kiállításnak, ezúttal pedig városunk 8 kiváló művészének alkotásait csodálhatta meg a fővárosi közönség. Kevés lehetőséget látok arra, hogy a művészek több helyen megmutatkozzanak, ezért talán észszerű, hogy egy színházi közegben, ahol nap mint nap előadások vannak, és különféle korosztály nézi ezeket az előadásokat, hogy nekik egy külön másfajta élményt is tudunk adni. Albert Éva, Bézelyk-Falvi Anna, Preckó Péter, Kecskeméti István, Köller Péter és Kunhegyesi Ferenc munkásságát már sokan ismerik. A tárlaton azonban két kiskörösi fiatal, feltörekvő művész is bemutatta alkotásait. Vince Dorka és Walter Borka számára nagy megtiszteltetés, hogy műveik a tárlat részét képezhetik. Több év munkája látható ezen a kiállításon, és leginkább a nők élete, a nők sorsa a történelemben, és a természet ihlet meg a legjobban. Az est folyamán Szentpéteri Attila, a Szentpéteri Borpince tulajdonosa, bemutatta a közönségnek kiváló borait, majd megvendégelte őket. Az Ágnes Galéria kiállítás megnyitói nem múlhatnak el zenei élmények nélkül, ezúttal a szintén kiskörösi Boldocki Gábor, világhírű trombita művész és Szabó Teréz zongora művész gondoskodott a hangulatról. A kiállítás a színházi előadások ideje alatt ingyenesen látogatható közel egy hónapon keresztül.